Törőcsik Mari tulajdonképpen úgy került ebbe az egész hangversenybe bele, mint Pilátus a Krédóba. A tavalyi áprilisban volt egy koncertünk a Művészeti Palotájában, ami elsődlegesen is a nagy 20-as, 30-as évek filmzenéjét mutatta volna be, és ebben ő eredetileg Garas Dezsővel lett volna együtt, illetve ott lett volna egy ember, akivel ők még annak idén hármasban forgatták a Kölyök című filmet 220 éve. Ez azért lett volna érdekes, mert a harmadik illetőt, aki ott azon a koncerten fellépett volna, és aki szintén a filmben egykor szerepelt, úgy hívják, hogy Varnos Xavier, mert az apukám. És őket akartam összehozni egy színpadon. De Garas Dezső közben egy ennél különböző társulatba elszerződött, úgyhogy maradtunk így hármasban a színpadon. És mivel olyan jól éreztük magunkat, és azóta sem, hogy is mondjam, dobáltak meg minket az utcán zártojása vagy paradicsomon, úgy gondoltuk, hogy ezt folytatjuk. Úgyhogy Nyíregyházának jár annyi, hogy Törőcsik Marit elhozzuk ide.